Mennyi dögött madár? Milyen a egyik robbanás sem hallotta, noha szabadban volt. Leveleket gerebézett Marin ház utcai házának kertjében. A hondozható rádió felesége hondáján a motorház tetején állt, és éppen a vallás zenét játszott, az ifja polgárok által csak Jézus rádióként emlegetett adó. A vízhelyk kivójelében eh, a betűk Krisztus királyra utaltak, de a kapitány halása sem volt már a régi. 67 évesen kivicsekedhetnék ezzel. Ám amikor az első sziréna belehasított a szombat délelőtti csende, azt meghallotta. Füle úgy rá volt hangolva erre a zajra, mint az anyáki a gyerekeik sűsítására. Howard Perkins még azt is tudta, melyik kocsi szírenája bőg és kivezeti. Ez a régi dalomhoz zenget már csak a hármasban meg a négyesben szólt, de a hármas Johnny Trent átvitt el Keszorokba, hogy a tűzoltókkal együtt részt vegyenek azon a nyomorú kiképzési gyakorlaton. Ellenőrzött nyújtogatás, így nevezték házan belül, hogy ott valójában a felnőtt férfiak laza munkájáról volt szó. A város tehát csak a négyes, a két nem maradt dolcs egyik járhatta, amikor pedig, akkor pedig Harry Morrison ül a kormánynál. Perkins abba hagyta a gerebézést, és a fülét hegyezte. Aztán a sziréna egyre halkult, ő meg gerebézett tovább, Ekkor lépett ki Brenda a verandára. A kapitányt mélben csak nem mindenki gyúknak szólította. John Wayne nyomán a név még a középiskolában tapadt rá, amikor semmi pénzért el nem múlasztott volna egy John Wayne mozit a csillagban. De miután összeházasodtak, Brenda hamarosan a másik ragadvány név mellett döntött, holott az Perkins igencsak ürülhelte. Howie, áramszínet van, és duranások is haladszanak. Howie, örökké ez a név, mint a Mizuis is hobbyban, a hovibogaraiban, a hová Hoviban, az az átokst stand komikus. Megpróbált jó képet vágni a dologhoz, keresztényi türelmet parancsolt magára, de néha azért eltűnődött, hogy nem a csúfnév név le lehet -e, legalábbis részben arról a kis bigyóról, ami a mellében ketyeg. Mi az? Brenda énekemelt szemét, majd a motorháztetőn álló rádióhoz trappolt és kikapcsolta, Éppen akkor, amikor a normál Love of chorus, a Jézus a mi legjobb barátunk közepénél tartott. Hányszor kértelek már, hogy ne ragd ezt a micsodát a kocsimra. Össze fogja karcolni, és sokkal kevesebbért adhatjuk el. Ezzel bocs, Bren, mit is mondtál? Azt, hogy nincs áram, és hogy valami dúrogott, nyilván Johnny Trent kocsiában. Heri az, Johnny odállt a a tűzoltókkal. Nekem aztán édes mindegy. A lényeg, Újabb sziréna bődült el, az újabb trip típusból, amelyet Joke Perkins nevezett el. Ez nyilván a kettes, Jackie Wettingtonnal. Csak ő lehet, Randolph meg közben a cénél ügyel, azaz hintázik a székében, és lábát az íróasztalra fektette olvassa a demokratát. Vagy a budin. Peter Randolph zsaró volt, és a kellett kemény is tudott lenni, de gyók nem kedvelte. Részint, mert olyan nyilvánvalóan Jim randall nek volt az embere. Részint, mert olykorra keletén is keményebb volt, de leginkább azért, mert igazából lustának tartotta. A lusta rendőrt pedig Duke Perkins nem szenvedhette. Brenda értetlenül nézett rá. 43 éve volt a rendőrfeleség, és tudta, hogy két duranásból, két a bőgésből, meg egy áramszünetből semmi jó nem kijöhet ki. És ő, Brenda Perkins ugyancsak meglepődne, ha ezen a hétvégén az egész gyepet sikerülne felgerebézni, Mátya Hóvinak módja lenne rá, hogy megnézze a szeretett Ikervárosi Vájkac csapatát, a Kesszőr, aki futballcsapattal. Jobb volna, ha lemennél, mondta. Valami lezuhant, csak azt remélem nincs halott. A férfi lealkasztotta a derék szíjáról a mobiát. A nyomulót vacak reggeltől estig ott lógott rajta, mint egy pióca, de el kellett ismernie, hogy sokszor jól jön. Nem tartsázott, csak lenézett a készülékre, és várta, hogy csengessen. Ekkor azonban újabb csipcsirip jelentkezett, az egyes kocsi. Na hát, Randolph mégiscsak megrázta magát. Ez szerint nagy baj lehet. Perkins nem várt, hogy megszólal a telefon, és már vissza akarta akasztani a derék szíjára, de ekkor mégiscsak megszólalt. Stacy magén volt. Stacy, Perkins tudta, hogy valószínűleg beleorizolni a nyavajásba. Brenda már vagy százszor figyelmeztette rá, de úgy látszik, nem tudja megállni. Mit keres a kapitányságon szombatreg? Nem mentről beszélek. Itthon vagyok. Peter hívott fel, és megkért, hogy szólják magának, hogy a 119-esen valami nagy cirkusz van. Azt mondta, hogy repülőgép összeütközött egy fát szállító teherautóval. Nem értem, hogyan történhetett, tette hozzá két kedven. De egy repülő. Atyavilág. Öt perccel ezelőtt még leveleket gerebézett, és együtt énekelte a kórussal, hogy nagy vagy istenünk. Nem csak Tomzon volt. Láttam előfőn az új paperjét. Elég alacsonyan szállt. Nem tudom, főnök. Elmondtam mindent, amit Peterről hallottam. Brenda, akit nem ejtettek a fejére, már odévitte vitte a kocsiját, hogy Perkins a maga fűzött kapitány járgányával kifarolhasson a felhajtóra. A hordozható rádiót előzőleg letette az összegerebézett kis kisrakása mellé. Rendben, Stace, maguknál sincs áram? Nincs, és a telefon sem működik. Mobilról beszélek. Mit gondol, nagyon nagy a baj? Reméljük, nem túlságosan. Be tudnám menni helyettesíteni? Ne fogadnám, hogy az egész új kócerály üres és sincs zárva. Öt percen belül ott vagyok. Így a rendőrségi vonalon. Vettem. Amikor Brenda a kocsi felhajtóról visszaért a házhoz, megszólalt a városi sziréna. A felerősödő, majd halkuló sivítás alattán Gyuk gyomra mindig összezsomósodott. Arra azonban mégsem sajnálta az időt, hogy átölelje az asszonyt, és Brenda mindig emlékezett rá, hogy erről nem feledkezett meg. Ne is nézd meg magad, Brenny. Úgy van programozva, hogy áramkimaradás esetén megszólaljon. Három vagy négy perc múlva már magam se tudom mennyi, abba hagyja. Tudom, de akkor is visszagok a hangjától. Nem emlékszem, szeptember 11-én az az idióta Andy Sanders szólaltatta meg, mintha mi volnak az öngyilkos banditák következő célpontja. Gyúk Andy Sanders tényleg idióta. De egyszer mint sajnos, ő az első tanácsos, az a vigyori Mortimer Snell bábú a Mepetsóból, aki nagy Jim elni ül. Mennem kell szívem. Tudom, mondta Brenda, és elkísérte a kocsiig. Miről van szó? Meg tudtad? Stacy szerint a 119-esen között egy repülőgép meg egy teherautó. De ez ugye csak vicc, kérdezte Benda bizonytalan mosolyjal. Ha a gép motorhibával bajlódott és az országúton próbált leszállni, akkor megtörténhetett, mondta Gyúk. Az asszony ajkáról lehervadt a mosoly és jobb a két mellek közé szorította. Perkins jól ismerte ezt a gesztus Aztán lehupant a kormány mögé, és bár a kapitányi cirkáló viszonylag új volt, vezetője már is ülepének lenyomattába helyezkedhetett. Joe Perkins nem volt fehelysúlyú. És pont a szabadnapodon, igazán disznóság. Miközben már elérted a nyugdíjkor határt. Perkins az asztalra nézett és vigyorgott. Kemény meló lesz, sugalta ez a vigyor. Hosszúnak ígérkezett a nap. Nos, nyeljék csak le, hogy a szombati cuccom van rajtam. Vagyok, aki vagyok, jobbat nem kapnak. Nem tudnám meg egy-két viccel? ez egy is, túlságosan hízol. Még doktor Haszka is megmondta, pedig ő soha nem bán senkit. Hát lejön egy. Fölkész tolatni kezdett, aztán újra megállt és kihajolt az ablakon. A felesége rájött, hogy puszit szeretne, adott is neki egy cuppanóst, mi alatt a riasztó belesivított a ropogós októberi levegőbe. Miközben az ajkuk összeért, a férfi az asszony nyakát simogatta, aki újabban nemigen művelt, pedig Vendának ilyenkor mindig megvizsegett a gerince. Férje érintése az őszi napfényben. Az asszony ezt, nem, ezt sem fejtette el többé. Amikor Perkins végig a kocsi felhajtón, Brenda még utána kiadhat valamit. Ám a férfi csak a felét hallotta. Tényleg meg kell már a hallását. Írjanak csak fel neki hallókészüléket, ha muszáj. Habár valószínűleg ezen az utolsó csepp a pohárban. Randolph és Nagy Jim rögves célba vennék azt a fonyalt seggét. Gyug fékezett, és ismét kihajolt. Haj, nem vigyázzak? A pész még eredre, kiabált a telátorokból Brenda, és nevetett, pedig bosszús volt. Még érezte férje kezét a nyakán, amely tegnap ő legalább így érezte, még sima és feszes volt. De az is lehet, hogy tegnap előtt érezte így, amikor a Jézus Rádió helyett a Casey és a Sunshine bandet hallgatták. Meg lesz, kiáltott vissza a férfi, és elhajtott. Mire Brenda viszont látta, már halott volt. Billy és Vanda Debek sem hallotta a duranásokat, mert a 117-es úton voltak, és ráadásul veszekedtek is. A vita tétje nem volt valami bonyolult. Vanda megérezte, milyen szép itt id az idő, Billy pedig azt felelte, hogy neki fáj a feje, és különben sem érti, mi keresni valójuk az Oxford-Hézi szambatiból, ha piacon ahol úgyis csak a szokásos agyonfogdosott innom várja őket. Vanda kijelentette, hogy nem fájjon a feje, ha előző este nem dönt magába a tíz sört. Billy megkérdezte, hogy vajon megszámlálta a dobozokat a fémhulladékos tartályban. Billy, akármennyire desz, besz is, mindig oda haza itta le magát, a dobozokkal pedig mindig az újra hasznosítandó hulladékok gazdagította. Erre legalább olyan büszke volt, mint a villanyszerelői szakértelmére, Vanda rávágta, hogy de még mennyire, nem szólva arról, hogy ezután, ami megállt a keszőrokban, pataláruháza előtt, még elhangzott, hogy túl sokat iszol, a Billy, te meg túl sokat károksz, Vanda. Majd eljutottak, az anyám megmondta, hogy nem menjek hozzád, és a hogy lehet valaki ilyen kimírhatatlan csúcspontokig. Négy éve tartó házasságok második felében elnyújtásos játékkal játékkel vált az ilyen párpatvar, de ezen a reggelen Billy hirtelen úgy érezte, betett a pohár. Menyomult az áruház tágas, aszfaltozott parkolójába anélkül, hogy indexelt vagy lassított volna, majd visszahajtotta a 117-esre, anélkül, hogy egyszer is belnézett volna a visszapillantóba, vagy legalább hátra tekintett volna. Nora Robisó, aki az úton mögötte hajtott, megnyomta a dudát. Ez Andrews a legjobb barátnője csitítóan hűn mögött. A két nő, mindkettő nyugdíjba vonó nő, összenézett, de nem beszélt. Túl rég voltak már barátnők hozzá, hogy ilyen helyzetekben szavakra ke lett volna -e szükségük. Vanda közben megkérdezte Billit, vajon hová is igyekszik. Billy közölte, hogy haza, mert szundikálhatnék van. A Vanda óhatja, menjen el egyedül a, szar a szaros piacára. Vanda megérjezte, hogy Billy majdnem elgázolta azt a két idős hölgyet. A mondott személyek egyre jobban lemaradtak. Nora Robisónak az volt a véleménye, hogy aki alapos ok nélkül óránként több mint 40 mérfölddel megy, az ördöggel cimborál. Billy azt felte, hogy Vanda kívül belül egyre jobban hasonlít az anyjára. Vanda felkérte, hogy ezt fejtse ki kisé bővebben. Billy kijelentette, hogy anyának és lányának egyforma hája segge van, és nyelvük úgy pörög, mintha két vége volna. Vanda közölte, hogy Billy merev részeg. Billy közölte, hogy Vanda kifejezetten csúnya. Kimerítő, de szabatos eszmecseréjük alatt keszörökból motonba értek, és közeledett a láthatatlan falhoz, amely nem sokkal azután ereszkedett le, hogy Vanda megérezte, milyen szép napjuk van. Billy ekkor már 60 mérföld fölött vezetett, amivel kis hián elérte a Vanda a kisebb a sebességkorhatárát. Mi az a füst? kérdezte hirtelen Vanda, és észak-kelet, azaz az H19-es felé mutatott. Fogalmam sincs. Talán fingott az anyósom. Ez a megjegyzés felvizonyozta a fiatal embert, és a hotázni kezdett. Wanda Demek ekkor úgy döntött, hogy elege volt. A felismerés szinte varázsatosan ragyogta be a világát és jövőjét. Billyhez fordult, és, a, és már a nyelve hegyén volt az el akarok válni, amikor elérték a Moton és Chester Smith közti határvonalat, és neki mentek a falnak. A skatúja el volt a légzsákokkal, Ám de Billy -e nem működött, Vandai pedig csak félig fel. A kormánykerék Billy mellakasába vágódott, a kormányrúda a szívét zúzta össze. Jóformán azonnal vége volt. Vanda feje a műszerfalnak ütközött, és a sevi motorblokkjának hirtelen végzetes kiszakadásától eltört a bal lába, és ha a jobb akarja. Fájdalmat nem érzett, csak azt, hogy szól a duda, a kocsi, amelynek eleje csak nem összalapult, Ferdinál az út közepén, és hogy minden pirosban lát. Róla, Nora Ribasov és Elza Andrews immár néhány perc óta élénken tárgyalta az északkelten magasba csavarodó füst lehetséges eredetét, és nem győzték dicsérni magukat, amiért a kevésbé forgalmas országutatva választották a délelőtti kiránduláshoz. Amikor sikeresen vették a délre forduló kanyart is, Vanda Debek éppen a könyökén vonoszolta magát a fehér vonal felé. A patakzó vértől adig látszott az arca. Az összetört célvédő egy darabja félig lenyúzta a koponyájáról a bőrt, és a bal orcáján úgy csöngött le egy jókora bőrhebenyek, mint egy félrecsúszott csúszott Nora Nóra is Elza a komor pillantást váltott. Mindjárt összecsinálom magam, mondta Nóra, és több szó nem is hangzott el köztük. Ez a, mihelyt a kocsi megállt, kiugrott, és a vergődő fiatal asszonyhoz szaladt. Korához képest, nemrég múlt hetven, ez a kitűnő fürge volt. Nóra hagyta, hogy az autó üresben járjon, és csatlakozott barátnőjéhez. Közös erővel támogatták Vandát Nóra öreg, de tökéletesen karban tartott Vanda barna blézerének színe iszapos vörösre változott, a kezét pedig, mintha piros festékbe mártotta volna. – Billy, ho! Oh! kérdezte, és Nóra most látta meg, hogy a szerencsétlen teremtésnek kitört a legtöbb foga. Három odaragadt a véres bézerhez. Ó, oh, Juan, van, mi történt? Mind a kette jól vannak, Billy is, maga is, mondta Nóra, és kérdőn elzára pillantott. Ez a bólintott és a sevihez szaladt, amelyet komágu borított a hűtőből kiszögő gőz. Ez a épp csak benézett az utasítás felődi, tátongó, egyetlen zsanéron lógó ajtón, és nem hiába volt 40 éven át ápolónő, utolsó munkáltatója éppen dr. Ron Haskell, a praktizáló balfácán volt, rögtön látta, hogy Billy egyáltalán nincs jól. A fiatal asszonyból, akinek haja fele, feje lefelé lógott az arca felett, özvegy lett. Ez a visszatért a Mercedeshez, és becsúszott a hátsó az ismeretlen nő mellé, aki csak félig meddig volt a öntudatánál. A fiú meghalt, és hamarosan a lány is követi, ha nem repítesz minket a kettéresszől be, de zi, Akkor kapaszkodj, mondta Nóra, és gázt adott. A Mercedes nagy motorjának hála rögtön először röszökött. Nóra ügyesen megkerült a debeksevő és még gyorsítás közben ment neki a láthatatlan falnak. Húsz év óta először történt, hogy nem kapcsolta be a biztonsági jövét. Kirepült a szélvédőn, és a falnak csapódva ugyanúgy a nyakát szekte, mint korábban Bobró. A fiatal nő átrepült a Mercedes fotelszerű első ülései között, majd kilöküldött az összetört célvédőn, és arccal lefelé kötött ki a motorháztetőn, szétterpezte a véres lábait. Mezítláb volt, súranóját, amelyet legutóbb viótert akkor vett fel a Oxford Hillico piacon, már az első őszétközésnél elvesztette. Ez a Andrews a vezetőülés hátalán csapódott, ahonnan aztán visszapattant. Hútyagosan, de lényegében sértetlenül. Az ajtó először beszorult, de amikor a vállát neki feszítette, hirtelen kinyílt. Ez a és végigpásztázta a szemével a roncshamaszt, a vértócsákat, az összetört seviskatuját, amely még mindig csendesen füstölgött. Mi történt? kérdezte. Vandák is ez volt az első kérdése, bár erre ez már nem emlékezett. Ott állt a szétszólt kromdarabok és a véres üvegcserepek között, majd bal kezét a homlokához emelte, mintha ellenőrizné, nincs a láza. De hát mi történt? Nóra, Nóra, drágám, hol vagy kedves? Ekkor látta csak meg barátnőjét, és fájdalmában, elszörnyedésében felsikoltott. Egy varjú, amely a fal millió oldalán egy fenyőfa tetejéről figyelte a jelenetet. Egyet károgott, úgy hangzott, mintha megvetően kuncogna. Ez a térde berogyott. hátrával esett neki a Mercedes összezúzott orrának. Nóra, angyalom, mogyogta. Nó, szívecském. Valami csiklandozta a tarkóját. Úgy gondolta, a sebesült fiatal nők hajfőtje lehet. Igaz, azóta a sebesültből halott lett. És szegény drága Nóra, akivel a Keti Russell mosódájában néha minden szabályt megszegő együtt kortyoltak egyet-kettőt a gymből vagy a vodkából, és úgy viháncoltak, mint két táborozó kamaszlány. Nóra nyitott szemmel merett a szikrázó déli napfénybe. Feje csúnyán kibicsaklott, mint a halál előtt még hátra akart volna fordulni, hogy lássa, ez a rendben van-e. Ez a, aki nagyon is rendben volt, legfélebb össze volt rázva, ahogy annak idején a sürgőségi ambulancián egy-egy baleset szerencsés túlélőjéről mondták, zokogni kezdett. Lecsúszott a kocsi oldalán, ekközben egy fémzilánk az ő kabátját is végighasította, és a 117-es kövezetére roskadt. Akkor is volt még, amikor Barbie és a szídokzott sapkát viselő új barátja rátalált. A szídokzott férfiról kiderült, hogy a neve Paul Gendron, melyen északi részében volt autóünnök, és két évvel ezelőtt, mint nyugdíjas néhai szülei, néha szülei, ott a rá. Barbie mindezt sok más egyébben együtt, útközben tudta meg, miatt a 119-es úton történt szerencsétlenség színhelyéről, a 117-es Mill előtti kanyarba a felé tartottak, ahol kevésbé látványos, de így is elég rémes szerencsétlenség fogadta őket. Barbie kéz örömmel kezet rázott volna Gendronnal, Rand de az ilyen udvariaskodásokat jobb takarék lángra tenni, amíg ki nem derítik, honér véget találhatatlan fal. Tudom, mondta Brenda, és elkísérte a kocsig. – Miről van szó? Meg Stacy szerint a 119-esen között egy repülőgép meg egy teherautó. De ez ugye csak vicc, kérdezte Brenda bizonytalan mosolyjal. Ha a gép motorhibával bajlódott és az országúton próbált leszállni, akkor megtörténhetett, mondta Gyúk. Az asszony ajkáról lehervadt a mosoly, és jobb öklét a két mellek közé szorította. Perkins jól ismerte ezt a gesztus Aztán lehuppant a kormány mögé, és bár a kapitány cirkáló viszonylag új volt, Vezetője már is ülepének nagyon mattába helyezkedhetett. Jó, Perkins nem volt súlyú, És pont a szabadnapodon, igazán disznóság, miközben már elérted a határt. Perkins az asztalra nézett és vigyorgott. Kemény meló lesz, suhogatta ez a vigyor. Hosszúnak ígérkezett a nap. Nos, nyeljék csak le, hogy a szombati cuccom van rajtam. Vagyok, aki vagyok, jobbat nem kapnak. Nem tudnám meg egy-két szem licsál? Elég ez e, e, egy is. Túlságosan hízol. Még doktor Haskell is megmondta, pedig ő soha nem bán senkit. Hát legyen egy. Perkins tolatni kezdett, aztán újra megállt és kihajolt az ablakon. A felesége rájött, hogy puszit szeretne, adott is neki egy cuppanóst, alatt a riasztó belesivított a rapogós októberi levegőbe. Miközben az ajkuk összeért, a férfi az asszony nyakát simogatta, aki újabban nemigen művelt, pedig Vendának ilyenkor mindig megvizsegett a gerince. Férje érintése az őszi napfényben. Az asszony ezt, nem, ezt, sem fejtette el többé. Amikor Perkins végigurult a kocsi felhajtón, Brenda még utána kiadta valamit. Állam a férfi csak a felét hallotta. Tényleg meg kell már vizsgálatni a hallását. Írjanak csak fel neki hallókészüléket, ha muszáj. Habár valószínűleg ezen az utolsó csepp a pohárban. Randolf és Nagy Jim célba vennék azt a fonnyal cseggét. fékezett, és ismét kihajolt. – Hogy mi ne vigyázzak? – A pénz még eredre, kiabált a telátorokból Brenda, és nevetett, pedig bosszús volt. Még érezte férje kezét a nyakán, amely tegnap ő legalább így érezte, még sima és feszes volt. De az is lehet, hogy tegnap előtt érezte így, amikor a Jézus Rádió helyett a Casey és a Sunshine bandet hallgatták. Meg lesz, kiáltott vissza a férfi, és elhajtott. Mire Brenda viszont látta, már halott volt. Billy és Vanda Lebek sem hallotta a duranásokat, mert a 117-es úton voltak, és ráadásul veszekedtek is. A vita tétje nem volt valami bonyolult. Vanda megérezte, milyen szép itt az idő, Billy pedig azt felelte, hogy neki fáj a feje, és különben sem érti, mi keresni valójuk az Oxford Hézi szombatiból piaton ahol úgyis csak a szokásos agyonfogdosott linnom várja őket. Vanda kijelentette, hogy nem fájjon a feje, ha előző este nem dönt magába a tíz dobossört. Billy megkérdezte, hogy vajon megszámlálta a dobozokat a fémhulladékos tartályban. Billy, akármennyire megyeledes is, mindig oda haza itt le magát, a dobozokkal pedig mindig az újra hulladékokat hulladékok gazdagította. Erre legalább olyan büszke volt, mint a villanyszerelői szakértelmére, Vanda rávágta, hogy de még mennyire, nem szólva arról, hogy ezután, ami megállt a keszőrokban, pataláruháza előtt, még elhangzott, hogy túl sokat iszol, Billy. Te meg túl sokat károksz, onda. Majd eljutottak, az anyám megmondta, hogy nem menjek hozzád, és ahogy hogy lehet valaki ilyen kimírhatatlan csúspontokig. Négy éve tartó házasságok második felében elnyújt társas vált az ilyen párpatvar, de ezen a reggelen Billy hirtelen úgy érezte, betet a pohár. Menyomult az áruház tágas, aszfaltozott parkolójába anélkül, hogy indexelt vagy lassított volna, majd visszahajtotta a 117-esre, anélkül, hogy egyszer is belnézett volna a visszapillantóba, vagy legalább hátra tekintett volna. Nora Robichó, aki az úton mögötte hajtott, megnyomta a dudát. Ez a Andrews a legjobb barátnője csitítóan hűn mögött. A két nő, mindkettő nyugdíjba vonó nő, összenézett, de nem beszélt. Túl rég voltak már barátnők hozzá, hogy ilyen helyzetekben szavakra lett volna -e szükségük. Vanda közben megkérdezte Billit, vajon hová is igyekszik. Billy közölte, hogy haza, mert szundikálhatnék van. A Vanda óhatja, menjen el egyedül a, szar a szaros piacára. Vanda megérjezte, hogy Billy majdnem elgázolta azt a két idős hölgyet. A mondott személyek egyre jobban lemaradtak. Nora Robisónak az volt a véleménye, hogy aki alapos ok nélkül óránként több mint 40 mérfölddel megy, az ördöggel cimbarál. Billy azt felte, hogy Vanda kívülbelül belül egyre jobban hasonlít az anyjára. Vanda felkérte, hogy ezt fejtse ki bővebben. Billy kijelentette, hogy anyának és lányának egyforma hája segge van, és nyelvük úgy pörög, mintha két vége volna. Vanda közölte, hogy Billy merev részeg. Billy közölte, hogy Vanda kifejezetten csúnya. Kimerítő, de szabatos eszmecseréjük alatt keszörökból motonba értek, és közeledett a láthatatlan falhoz, amely nem sokkal azután ereszkedett le, hogy Vanda megérezte, milyen szép napjuk van. Billy ekkor már 60 mérföld fölött vezetett, amivel kis ilyen elérte Vanda a kisebb tetűskatujájának sebesség a korhatárát. Mi az a füst? kérdezte hirtelen Vanda, és észak-kelet, azaz az 19 es felé mutatott. Fogalmam sincs, talán fingott az anyósom. Ez a megjegyzés felvillanyozta a fiatal embert, és a hotázni kezdett. Vanda Demek ekkor úgy döntött, hogy elege volt. A felismerés szinte varázslatosan ragyogta be a világát és jövőjét. Billyhez fordult, és, a, és már a nyelve hegyén volt az el akarok válni, amikor elérték a Moton és Chester Smith közti határvonalat, és neki mentek a falnak. A skatúja el volt látva légzsákokkal, Anda Billy nem működött, vandáé pedig csak félig fel. A kormánykerék Billy mellakasába vágódott, a kormányrúd a szívét zúzta össze. Jóformán azonnal vége volt. Vanda feje a műszerfalnak ütközött, és a sevi motorblokkjának hirtelen végzetes kiszakadásától eltört a bal lába, és ha jobb akarja. Fájdalmat nem érzett, csak azt, hogy szól a duda, a kocsi, amelynek eleje csak nem összalapult, Ferdén áll az út közepén, és hogy minden pirosban lát. Nora, Nóra Libosó és Elza Andrews én már néhány perc óta idénken tárgyalta az észak magasba csavarodó füst lehetséges eredetét, és nem győzték dicsérni magukat, amiért a kevésbé forgalmas országutatva választották a délelőtti kiránduláshoz. Amikor sikeresen vették a délre forduló kanyart is, Vanda Debek éppen a könyökén vonoszolta magát a fehér vonal felé. A patakzó vértől alig látszott az arca. Az összetört célvédő egy darabja félig lenyúzta koponyájáról a bőrt, és a bal orcáján úgy csöngött le egy jókora bőrlebenyeg, mint egy félre csúszott pofazacskó. Nóra is ez a komor pillantást váltott. Mindjárt összecsinálom magam, mondta Nóra, és több szó nem is hangzott el köztük. Ez a, mihelyt a kocsi megállt, kiugrott, és a vergődő fiatal asszonyhoz szaladt. Korához képest, nemrég múlt hetven, ez a kitűnő fürge volt. Nóra hagyta, hogy az autó üresben járjon, és csatlakozott barátnőjéhez. Közös erővel támogatták Vandát Nóra öreg, de tökéletesen karban tartott Vanda barna blézerének színe iszapos vörösre változott, a kezét pedig, mintha piros festékbe mártotta volna. – Billy, ho! Oh! kérdezte, és Nóra most látta meg, hogy a szerencsétlen teremtésnek kitört a legtöbb foga. Három odaragadt a véres bézerhez. Ó, oh, Juan, mi történt? Mind a kette jól vannak, Billy is, maga is, mondta Nóra, és kérdőn elzára Ez a bólintott és a sevihez szaladt, amelyet komába a meglepet hűtőből kiszögő gőz. Ez a épp csak benézett az utasítés felüli, tátongó, egyetlen zsanéron lógó ajtón, és nem hiába volt 40 éven át ápolónő, utolsó munkáltatója éppen Dr. Ron Haskell, a praktizáló balfácán volt. Rögtön látta, hogy Billy egyáltalán nincs jól. A fiatal asszonyból, akinek haja fele, feje lefelé lógott az arca felett, özvegy lett. Ez a visszatért a Mercedeshez, és becsúszott a hátsó ülése az ismeretlen nő mellé, aki csak félig meddig volt öntudatánál. A fiú meghalt, és hamarosan a lány is követi, ha nem repítesz minket a kettérászol be, ez így sebesen!" – Akkor kapaszkodj, mondta Nóra, és gázt adott. A Mercedes nagy motorjának hála rögtön először Nora Nóra ügyesen megkerült a debek egyét, és még gyorsítás közben ment neki a láthatatlan falnak. Húsz év óta először történt, hogy nem kapcsolta be a biztonsági övét. Kirepült a szélvédőn, és a falnak csapódva ugyanúgy a nyakát szekte, mint korábban Bobró. A fiatal nő átrepült a Mercedes fotelszerű első ülései között, majd kilökődött az összetört célvédőn, és arccal lefelé kötött ki a motorháztetőn. Szétterpeszte a véres lábait. Mezétláb volt, súranóját, amelyet legutóbb Ujjótert akkor vett fel az oxford kelly boha piacon, már az első összeütközésnél elvesztette. Ez a Andrews a vezetőülés hátalán csapódott ahonnan aztán visszapattant. Kutyagosan, de lényegében sértetlenül. Az ajtó először beszorult, de amikor a vállát neki feszítette, hirtelen kinyílt. Ez a és végigpásztázta szemével a roncshámaszt, a vértócsákat, az összetört sebiskatuját, amely még mindig csendesen füstölgött. Mi történt? kérdezte. Vandák is ez volt az első kérdése, bár erre ez már nem emlékezett. Ott állt a szétszórt kromdarabok és a véres üvegcserepek között, majd bal kezét a homlokához emelte, mintha ellenőrizné, nincs láza. De hát mi történt? Nóra, Nóra, drágám, hol vagy kedves? Ekkor látta csak meg barátnőjét, és fájdalmában, elszörnyedésében felsikoltott. Egy varjú, amely a fal millió oldalán egy fenyőfa tetejéről figyelte a jelenetet. Egyet károgott, úgy hangzott, mintha megvetően kuncogna. Ez a térde berogyott. Hátrával esett neki a Mercedes összezúzott orrának. Nóra, angyalom, mogyogta. Nó, szívecském. Valami csiklandozta a tarkóját. Úgy gondolta, a sebesült fiatal nők hajfőtje lehet. Igaz, azóta a sebesültből halott lett. És szegény drága Nóra, akivel a Keti mosózájában kórház néha minden szabályt megszegő együtt kortyoltak egyet-kettőt a gymből vagy a vodkából, és úgy viháncoltak, mint két táborozó kamaszlány. Nóra nyitott szemmel merett a szikrázó déli napfénybe. Feje csúnyán kibicsaklott, mint a halál előtt még hátra akart volna fordulni, hogy lássa, ez a rendben van -e. Ez a, aki nagyon is rendben volt, legfélebb össze volt rázva, ahogy annak idején a sürgőségi ambulancián egy-egy baleset szerencsés túlélőjérői mondták, zokogni kezdett. Lecsúszott a kocsi oldalán, ekközben egy fémzillánk az ő kabátját is végighasította, és a 117-es kövezetére roskadt. Akkor is volt csírt még, amikor Barbie és a szídagzos sapkát viselő új barátja rátalált. A szídagzos férfiról kiderült, hogy a neve Paul Gendron mélyen északi részében volt autóünnök, és két évvel ezelőtt, mint nyugdíjas néhai szülei, néha, szülei ott, mondani le. Barbie mindezt sok más egyébben együtt útközben tudta meg, miatt a 119-es úton történt szerencsétlenség színhelyéről a 117-es Chester előtti kanyarba a felé tartottak, ahol kevésbé látványos, de így is elég rémes szerencsétlenség fogadta őket. Barbie kéz örömmel rázott volna Gendronnal, de az ilyen udvariaskodásokat jobb takaréklángra tenni, amíg ki nem derítik, hol ér véget a láthatatlan fal. Ernie Calvert időközben elérte Bangorban a Ligi Nemzeti Gárdát, de mielőtt előadhatta volna jelentkezése okát, megkérték, hogy tartsa a vonalat. Ez alatt egyre közeledő széna bőgés jelezte, hogy a helyi rendfenntartó tartó közeg hamarosan megérkezik. A tűzoltókra ne is számítsanak, mondta a gazda, aki két fiával csatlakozott hozzájuk. Aden dinsmore hívták, és még mindig nem sikerült kifújnia magát. Mind átmentek keszőrokba, hogy gyakorlatozás címén felgyújtsanak egy házat. Pedig itt aztán volna nekik mindjakor. Ekkor észrevette, hogy kisebbik fia odalsó osond, ahol Barbie véles kéznyomata, mintha a napsugaras levegőben száradt volna. Rory azonnal menje onnan. Roryt azonban úgy fordalta a kíváncsiság, hogy csöketnek mutatta magát. Kezét kinyújtva ha csapott a levegőbe, jobbra a Barbie kézonyomatától. Barbie először azt látta, hogy a srác Wildcats eh, vele levágott ujja alatt mindkét karján küldt a libabőr. Úgy tűnt, van a levegőben valami, ami ha közeledünk felé bekapcsol, Balbi csak egyszer érzett hasonlót, akkor, amikor a floridai avonban a nagy áramfejlesztő közelében akart megdugni egy lányt. A fiú ökle olyan hangot bocsátott ki, mint amikor megkocogtatnunk egy hína edényt. Az összes lett nézők, akiket a fátszájtó teherautó égő maradványai csaltak a helyszínre, voltak, akik még fényképeztek is a mobiúkkal, abba hagyták a cseveit. Forduljak fel, ha ilyen létezik, mondta egyikük. Aden Linsmore a pulóvere rongyos galériánál fogva vonszolta el a fiát, majd úgy vágta a tarkón, mintha nem rég, mint, nem, mint nem a nagyobbikat. Nehogy nekem még egyszer, ordította, és közben rázta a gyereket. Nehogy még egyszer olyasmihez nyúj, amiről nem tudod micsoda. Olyan, mint egy üvegfal, papa. Csak Linsmore tovább rázta. Még egyre lihegett, és Barbie aggódott, nehogy szívrohamot kapjon. Meg ne lássam még egyszer, bömbölte, és a bátyjához lökte a gyereket. Vigyázz erre a gyenge Oli. Értettem, uram, felte Oli, és gunyosan az öccsére vigyorgott. Barbie miért felé nézett? Ő is látta már a rendőrautó közeledő villagóját, de azt jócskán megelőzte, mintha tekintéje felülmúlna a zsarukét. Egy gördülő koporsóra emlékeztető nagy fekete jármű. Nagy Jim Rennie, menő Hammer forgonya. Barbinak a Göncöl parkolójában beszerzett, bár már már gyógyulófélben lévő pupjai és zúzódásai, mintha újra lőtetni kezdtek volna. Idős Breni természetesen nem volt járna a parkolóban, de a fia volt az első számú felbújtó, és az apa mindig véleménybe vette fia ifit. És ha ez azzal járt, hogy megkeserítse egy bizonyos hóbor segédszakát Chester Smith életét, még nem az illető inkább szedi a sátorfáját, és elhagyja a várost, Nos, ez csak fokozta a Jim apai buzgalmát. Barbie nem akartja ellenni nagy Jim megkeresés megérkezésekor, és még kevésbé akkor, ha a rendőrök társaságában állítva. Perkins kapitány tisztességesen bánt vele, de a másik, a Randolph nevű úgy nézett rá, mint egy darab kutyaszarra az Nem van kedve egy kis szemle úthoz, fordult Paul Gendronhoz. Maga a saját tér felén, én is rongam én. Kíváncsi volnék, meddig terjed ez az izé csak hogy Gendron is látta a közeldő Hammert. És persze az se árt, ha elkerül ezt a szófosó alakot, nem igaz? Válasszon, haver, kelet vagy nyugat felé. Nyugat, azaz a 117-es felé indultak. A fa végét nem találták meg, de felfedezték, miféle csodákat művelt. A fákról leborotválta az ágakat, de miáltal ott is látszott az ég, ahol azelőtt a lomb akarta. Fatöngők hasadtak ketté, és minden őt tollás tetemek hevertek. Mennyi döglött madár, jezte meg Paul, és megigazította a fején a baseball sapkát. Remegett a keze, és sápat volt. Soha még ennyit nem láttam. Rosszul van? kérdezte Barbi. Fizikailag eléggé, szellemileg pedig, mintha begolyóztam volna. És maga? tó! A 119-estől két mérföldre nyugatabbra odaértek az Isten patakja úthoz, valamint Bobró testéhez, amely a traktorja mellett hevert. A traktor még mindig üresben forgott. Barbie ösztönösen a földön fekvő emberhez lépett, és kis hián ismét a falnak ütközött. De ezúttal a végső pillanatban észbe kapott, és lassított, mielőtt újra véresre verte volna az órát. Gendron letérdelt, és megérintette a gazdagok roteszkül kicsavarodott nyakát, Halott. De mi az a sok szemét körülötte? Ezek a fehér szilánkok, vagy mik? Paul felemelte a legnagyobbat. Azt hiszem olyan komput... és bizbaszok. Biztos akkor tört el, amikor neki ment a... előrebökött. Annak a tudja már minek. A város felől újabb szirénázás haladszott. Lekettebb és hangzatosabb, mint a riasztó év volt. Paul arra mutatott. Tűzoltóautók, autók, mondta. Sok hasznunk lesz belőlük. Keszörökbe jönnek. Rájuk ismerek. Tényleg? Akkor jobb a filem, mint az enyém. Hadd hallom még egyszer a nevét, haver. De a Barbara. A barátaimnak Barbie. Hát akkor, Barbie, most mi legyen? Menjünk tovább. Ezen a fickon már nem segíthetünk. Még csak ki se hívhatunk valakit, mondta Gendon uh, A mobilomra keresztet vedhetek, Gondolom magának sincs. Barbie-nak de néhány pár zokni, ingek, farmerok és némi fehér nemű társaságában ott maradt az elhagyott lakásban. Csak a rajta lévő ruhát akarta magával vinni a nagy vándorútra, hogy semmi semmékeztet se cseszöröszményre. Volt néhány kellemes emléke, de azokhoz nem kell bőrönd, még hátizsák sem. Mindezt azonban túl bonyolult lett volna elmagyarázni egy idegennek, de az így csak megrázta a fejét. A déli -ül ülésén e, egy régi pokrót hevert. Gendron kikapcsolta a traktort, és a pokrócot a holtestre borította. Remélem, valami ópofaszámot hallgatott, amikor történt, mondta Paul. Aha, na, szedjük a lábunk, járjunk a végére ennek a micsodának. Ezzel szeretnék fogni magával. Még az is lehet, hogy elbőgöm magam, és átölelem. Nem sokkal ró tetemének felfedezése után egy patakhoz értek. Már egész közel voltak a 117-esen történt tragédiákhoz, de ezt akkor még egyikük sem tudta. Egy perce megálltak, kiki a maga, térfedi, maga megfelelő oldalán, és némán álmék fogadták be a látványt. Végül Zsendon szólt meg. A kibaszott kurva életbe. A maga odára, oldaláról milyen? kérdezte Barbie. A saját térfelén csak annyit látott, hogy a víz, mintha láthatatlan gátba ütközött volna, emelkedik és elönti a bozótot. Nem tudom, hogy érjem le. Ilyet még soha nem láttam. Gendron megakarta amúgy is hosszú arcát, miáltal némileg emlékeztetett Edward M Munk vesményének sikoltó alakjára. az, hogy egyszer mégis. Ne volt. Amikor a lányom hatodik születésnapjára, vagy a hetedik volt, két aranyhát hoztam neki. Nagyon zacskóban vittem haza a kis Na hát, ez olyasmi. Mint a víz egy zacskó alján. Csak itt nem húzza le a súly, hanem egészen lapos alul. A víz csak gyűlik, gyűlik ennek az izének a, falak, a falai között, és aztán a két oldalán kifolyik. Semmi nem szivárog a földbe. Paul kezével a térdén lehajolt, és Bancsiton eresztette a szemét. De igen, egy kevés, mintha átfogna rajta, de alig valami. És a sok szar, amit a víz magával sodor, nágak, falevelek, néti már, mind fennmarad. Tovább bandukoltak, kiki -ki a magatér felén. A kín és a ben fogalma még egyikükben sem merült fel, és az sem ötött fel bennük, hogy a falnak talán nincs is vége. Hamarosan elérték a 117-es utat, ahol újabb szörnyű baleset történt. Két kocsi rancsot és legalább két halottat Barbie a szemével is látott. De úgy a szétlapított régi sebrulat kormányára roskadva, egy harmadik is elbúcsúzott a földi léttől. Ezúttal azonban túlélő is volt, egy nő, aki lekúgat fejjel ücsörgött egy összetört Mercedes Benz Korn mellett. Paul Gendron odarohant az asszonyhoz. Barbie csak állt és nézte a jelenetet. Gendron látta, az asszony fel akart ápászkodni. Ne, hölgyem, eszébe se jusson, ezt nem szabad. Azt hiszem, nincs különösebb bajom, mondta a nő. Csak megrendültem. No, ha az arca dagat volt a sírástól, a szóhasználaton valamilyen okból nevetnie kellett. Ebben a pillanatban újabb kocsi tűnt fel, öreg ember vezette csigalassúsággal. A mögötte caplató három-négy sofőr már minden bizonyal türelmetlen volt. Az idős ember a baleset láttán megállt, akárcsak a mögött a levők. Elza Andrews már talpon volt, és szellemileg is elég friss, hogy feltegye a nap kérdését. Minek mentünk neki? A másik kocsi nem lehetett, azt Nóra megkerülte. Gőzöm sincs, hölgyem, feltette őszinteséggel Paul. Kérdezem meg, van-e mobíja? – mondta Barbie, majd a szaporodó szop, számú nézőkhöz fordult. – Figyelem, kinek van mobíja? – Nekem, mister – mondta egy nő, de mielőtt folytathatta volna, a magasból és haladszott egyre közelebbről. Egy helikopter volt. Pól és uh, Barbie úton nézett össze. A kék-fehér helikopter alacsonyan repült, szennátom a 110 kientesen pórújár teherautó füstoszlapa felé. Amúgy a levegő teljesen tiszta volt, és még New England északi vidékének legszebb napjain, még nagyobbnak is mutatott mindent. Barbie így könnyűszerrel elolvasta a légi álló nagy, kék 13-as számot, sőt a CBS TV logóját is azonosította. új darab volt, nem érkezhetett a Portlandből, és szemlátomás már kiismerte magát a környéken. Épp az időjárás eszmény ilyen alkalmas volt rá, hogy a hat órás iradóhoz egy pár szaftos katasztrófa felvételt készítsen. Jaj, ne! Ugyanyszörgődő Endron, beárnyékolva a szemét. Majd itt ödőből ordította. Vissza, ti őrültek! Vissza! Barbie csatlakozott. Állj, meneküljetek innen! Az igyekezett természetesen kárba veszett, és amikor Barbie színes tünnyetek mozdulatokkal lengette a karját, az még értelmetlenebb volt. Ez a zavartan nézett fog egyikükre, hol másikukra. A helikopter a fák koronájáig ereszkedett, majd megállt. Azt hiszem rendben lesz, érzett fel Rendon. A 119-esről is biztosan jeleznek nekik. A pilóta meg kellett, hogy lássa. Ekkor azonban a helikopter elindult éjszak felé, hogy Ellen Dinsmore legelője fölött új látószögből mérje fel a helyzetet, és neki ment a falnak. Barbie látta, hogy az egyik légycsavarja leesik, a helikopter süllyedt, zuhant és forgott, mindezt egyidejűleg, aztán felrobbant, friss lángokkal árasztva az utat, és a földeket a fal túloldalán. Ott a állt, a külső oldalon. Ifjabb René vagy ha úgy tetszik, hazajáró szellemként lopózott be a szülőházába. A ház természetesen üres volt. Az apja nyilván odakin volt a 119-es úton, a hatalmas használt telepén. Frank ifjó barátja néha szentének nevezte, de ahol nem szükséges előleg Franci pedig négy év óta a Zöld Liget nevű temetőben rendezkedett be állandó tartózkodásra. A városi szirén kikapcsolt, a rendőrségiek pedig messze, valahol délebbre szólnak, ha szólnak. A házban békés, Isten a csend honolt. Ifi bevett két imitrexet, imitrex majd ledobta magáról a ruhát, a zuhany alá állt. A zuhanyozás után ingém és naddágyám is felfedezett néhány vérfoltot, de most nem törődhetett velük, Sürgősebb dolga volt. Ágya alá a holmit, lehúzta a redőnyöket, majd bemászott az oltalmazó fészekbe, és a fejére borította a takarót, mint gyerekkorában, amikor félt a szekrényben lakó szörnyektől. Ott feküdt fogvacogva, és a feje úgy zúgott, mintha pokol van mai őrölnének. A tűzoltó sziréna a a kiszundikálásából. Ismét dideregni kezdett, de a fejfájás enyhült. Úgy gondolta, alszik még egy keveset, utána majd kisüti mihez kezdjen leginkább még most is az öngyilkosság lehetősége vonzotta, hiszen máskülönben úgy is elfognák. Még csak vissza sem mehet, hogy rendet rakjon. Harry vagy Ladonna McCain túl szó, ö, szombati teendőiken biztosan rajta kapnák. Talán elmenekülhetne, de csak ha már elmúlt a felfájás. És természetesen fel is kell öltöznie. Egy szökésben lévő ember nem kezdhet új életet olyan szétmesztelnő. Mindent összevéve mégiscsak az öngyilkosság lenne a legcélszerűbb csak hogy akkor az a rohadék segédszakát se kerekedne felül. Márpedig jól meggondolva, az tehet mindenről, ami történt. Valamivel később a tűzoltó szélén is elhagatott. Ifi újból a fejére húzta a takarót, és elaludt. Amikor felébredt, este kilencre járt. A fejfájása elmúlt, de a ház még mindig üres volt.